Ökumenikus istentiszteletet tartottak a Sárospataki Református templomban a Nemzeti Összetartozás napján. Az állami ünnepség sorozat záró eseményén a 2010-ben az emléknap létrehozását kezdeményező Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes is jelen volt. Az ünnepi műsor után az iskolakertben található Trianon kopjafát is megkoszorúzták a miniszterelnök helyettes jelenlétében. Semjén Zsolt hangsúlyozta, bárhol is legyünk a világban, össze kell tartoznunk. Az elszakított területen élő magyarok, vagy a nyugati emigráció magyarsága az állampolgárság révén közjogilag egyesülhessen az egyetemes magyar nemzettel, és ezért fontos a szavazati jognak a megadása, mert ez a közjogi egységet megélhető formában valósítja meg. A kormány június 4-én indította el a Határtalanul programot. 225 gyerek elindult Felvidékre, Erdélybe, Kárpátaljára, és ebben az évben 11 ezer olyan diák lesz, aki határtalanul program keretében megy határon túli magyar településekre, és az a célunk, hogy ne legyen olyan magyar diák, aki nem volt intézményes formában határon túli magyar közösségbe, és a határon túli magyarok is iskoláskorukban legalább egyszer el tudjanak jönni ilyen formán Magyarországra. A miniszterelnök helyettes büszkén számolt be arról, hogy eddig már 90 ezeren adták be magyar állampolgársági kérelmüket. Most tartunk a 90 ezredik kérelem beadásánál, és abból 50 ezer pozitívan már el is van bírálva. Meg kell mondanom, hogy a magyar államigazgatás fölülmúlta önmagát, és panasz, sérelem nélkül történik az állampolgársági igények beadása, az emberek sírnak a meghatottságtól, valóban katarzis, és azt gondolom, hogy óriási tette a magyar közigazgatásnak, hogy ez zökkenő és nehézség nélkül tudjuk levezényelni. A térség országgyűlési képviselője szerint Sárospatak városa a nemzeti összetartozás jelképe. Sárospatak mindig a magyar összetartozás szimbóluma volt. A Kárpát-medencei reformátusság egyik kovásza, ami évszázadokon keresztül táplálta nem csak a magyar ajkú, hanem sokszor a idegen ajkú kárpát-medencei polgárokat. Patak neve szimbólum a világban, különösen a Kárpát-medencében a nemzeti összetartozás szimbóluma. A Nemzeti Összetartozás napján elhangzott még a pataki diákok, szerte megtalálhatóak a világban, és mindannyian jó szívvel gondolnak egykori tanulmányaik színhelyére, az összetartozás városára.